Szevasztok, srácok, Zon vagyok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Wild vasárnap, és ami előttem van, az egy csodálatos Malilok. Ugye a lényege az egész decknek az az, hogy Malig össze kezünkben legyen, plusz a kombó darabjainkból, hát egy kettő nem árt, és akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy nyilván lebörnöljük az ellenfelet egy kéz, ugye kirakjuk Tauriszent, és akkor utána lebörnöljük az ellenfelet, minden más pedig arra való, hogy túléljünk. Tehát ugye a Mistress mint olyan, hogy kontrolláljuk a boardot mondjuk Hellfire-rel, hogy mit tudom én, a Tauntot kirakjuk, ugye a Drake-et, vagy mondjuk a másik Drake-et, meg a Belcsereket, lót ebben túl tudunk élni még egy kört, úgyhogy ezek így nagyjából a lehetőségek, amikkel így igazából számolni kell, amikor ezzel a deckkel játszunk. Nem biztos, hogy igazából a legjobb, mint olyan, mert hogy azért a maligoszos dolgok mindig is lassúak, de megnézzük, hogy a mostani metában hogy lehetséges, és hogy tudunk-e vele létrázni. Na hát akkor ma közelre játszik a kedves barátunk, hát ez egy igazi komoly deck lehet. Akkor haladhatunk is tovább. Na. Hát jó. Akkor ezt gyorsabban nyertük, mint gondoltam. Neki sok értelme volt igazából. Na nem baj, haladjunk tovább. Valószínűleg kalóza, kedves barátunk. Ha a belcserek itt egészen jók lesznek, csak az a gond, hogy... Na jó, megpróbálunk így. A belcsernél jobbat nem tudok húzni, hogyha kalóz. A negyedik körben van egy belcserem, ötödik körben van egy belcserem, utána van Twisting Netherem. A kontroll... Nem kontroll. Hát és az átlagosnál szerencsésebb úgy tűnik. Jó, hát akkor 27-ben vagyunk. Ja, valószínűleg coin meg kell tartani. Hát... Ja, nem fogok tappálni. PO-t valószínűleg nem használhatom majd most fel, vagy én nem tudom. Szép. Na hát, és akkor csak az arc mi? Jó. Az így oké. Na, két Dark Bombunk van, akkor egyet teppelek. Hát, ha sikerül belehúzni valami izgalmas dologba. Jó. Na, akkor köfkör, belcser, aztán megint belcser. Nem, ez olyan rossz. Igen, most akkor... Twilight Drake jó, csak sokat most egyébként nem csinál, úgyhogy én a belcsőbe szavazok. Valószínűleg meg lehetett volna csinálni azt, hogy csak simán kirakom a sárkányt, de meg tudja vele csinálni azt, hogy csak úgy ignorálja. A jó trédek.
Jó, Siphon-szal elég jó lesz nekünk. Belecsapja, az meghal. Oh, nem csak, nem hal meg. Jó, hát és mi is halunk, ha jól látom a helyzetet. Pedlerből igazából sok értelme nincs semmit se kivenni. Ha megölöm a kapitányt, akkor... A kapitányt megölöm ugye, akkor egyel ez is kisebb lesz, tehát ez azt jelenti, hogy négyet szedek vele. Ha ezt ölöm meg, attól még 6 kint van. Ez így is, úgy is 6, az 11. Hát... Akkor szedjük le a kapitány még mindig. Hát nem hiszem, hogy egyébként túl fogunk élni még egy kört. Oké, Dark Bomba valószínűleg fogom tudni szedni még a Corkron, de... ez nem az a, az a meccs, amit le fogunk tudni hozni. Dupla Corkronit. Szép. Ez egy interaktív meccs volt. Ilyen kezem sose volt még Kalóz Warriorként, pedig azért egy 500 meccset nyertem vele, de hát ez egy basszus. Na jó. Rögtön első körben Finley és megkapja a Hero Power-t azért, ami a legjobb neki. Egyébként a Twilight Guardian az mondjuk kijöhetett volna. Jó, én ezt azt mondom, hogy megtartom. Sokkal jobb közöm úgy se lesz. Valószínűleg midrange paladin. Vagy nem. Oké. A klasszikus. Simán csak teppelek, és utána a következő körbe kirakom a Drake-et. Valószínűleg ez jobb így. Remélem, hogy ez nem repetens, mondjuk ezzel le tudtam volna tesztelni, de... Megnézzük a Twilight Guardian-t, aztán majd meglátjuk. Jó Hellfire. Jó, hát nem repetens, ez már biztos.
Ez szelik meg, na. És nem. Hát akkor nem ütjük le. Ez egyébként mennyire jó neki már. Jó, nem hiszem, hogy akar két egy-egyet, de... Ja, csak az arc. Csak az arc, kérem. Jó. A Siphont ugye ilyen nagyon könnyen kijátszom, már hogy van nálam másik. Te valószínű teppeltek és kirakhatom a másik Guardiant. Jó. Hát ezzel most elgondolkodok a Hellfire-on, mint olyanul. Mert persze azzal meghal ő is. Viszont akkor teljes szabad bordom lesz. Ami ezért egy kicsit fontos. És akkor a Peddlerről megnézzük, hogy mit kapunk. Egy jó PO-t. A PO az mindig jó. Vagy megcsináltam azt is, hogy a Priestess, de nem, a PO az jobb. Wow. Jó Steed. Hát szerintem az arcomat akarom ebben a helyzetben védeni, nem? Egyrészt. Dupla PO nyilván nem csinálom meg, úgyhogy... mondjuk szép volt a sorrend. Nyilván ugye több HP-je lehetett volna, ha a fordítot csinálom, mindegy. Na hát ő a híres Taunt Paladin, akiről sosem hallottunk. Mi az egyszerűbb? Most elvileg le tudom csapni a róla a cuccokat. Kevesebbet sérülnek a lényeim, ugye, hogyha azt kell szétütni, úgyhogy ez talán jobb. És mint az úri emberek, itt a plaszt. Jó. Abba még nem ütünk bele most. Maximum majd következő körben dupla PO-t eltoljuk. De ezt meg mondjuk jó lenne arcra megtartani. Csak így ugye az van, hogy kiment mind a két Siphon, és most, hogyha Tyrionja van, akkor nem tudom, mit csinálnak. És egyébként a legnagyobb gond az, hogy fogalmam sincs, hogy ez milyen deck. Oké, akkor van szép. Szép. Jó, hát akkor ez egy jó belcsér. Előbb megnézem a Peddlert, mert megint nézzük meg. Mistress az jó. Nagyon low vagyok HP-n, úgyhogy ezzel nem teppeltem, csak a Darkbomb meg kell ugye a... De ne már! Jó, és akkor azt lecsapja a Shielded Minibottal. De... Ó, Isten. Csak azt nem tudom, hogy nyerünk a helyzetben. Mert nagyon úgy tűnik, hogy rohadtul sehogy egyébként.
hogy ezt meg tudom csinálni, ez jó. Nem teppelhetek. Rohadtul nem teppelhetek. Pióval semmit nem csinálok, most egy egyet megölök vele. Úgyis az lesz a következő, hogy kirakom egy fegyvert, és akkor vége van. És ott a Soulfire, de semmit nem csinál, és meg az arcáig nem jutottam el egyszer se, basszus. De nincs nála a fegyver, mint olyan. Tök mindegy, mit csinálok, tehát mindenképp meghaltam. Nem rakhatom ki a másikat, ugye? És hát... hogyha az arcra megy, akkor még nem meg is lehetett volna. Csak azt hittem, hogy egyébként Noble Sack. És úgy gondoltam, hogy teljesen mindegy. Jó, ezt valószínűleg be lehetett volna húzni, mondjuk a másik 50% meg ott volt benne. Hogyha eldobja az egyik Soulfire a másikat, akkor megint mi van? Itt a Siphont valószínűleg nem tarthatom meg. Hát vagy... azt hiszem, hogy lekeverek mindent, és akarok valami early, de ha tempó, akkor úgyse. Nem tudom. Hát ez így, meg tényleg egy világi kéz. Na, Taurissan az van. Na, végre Firefly. Kirakom a Mistress-t. Hát, teppelünk inkább. Jó. Hát, nyilván megadjuk a Firefly-nak. Jó, nem lehet. Jó, ez ugye a korruptorra jó, hogyha kirak valamit. De ez szép sorrendem, hogy előbb kirakta. Mindig
mindegy, hogy melyiket ölöm meg, elvileg mindegy, bár ugye ezt rakta ki először, és ilyenből még úgy van a kezében, de ezt legalább hiába húzza vissza, mert ez nem ad neki pluszt. Jó. Twilight Guardian az most elég jó, de lehet, hogy azért ez ebben a formában jobb. És a következő körre megtudjuk a Taurissant. Vagy egyébként letával tudunk kerülni? Hát lehet, hogy még az sem egy. Nem, a Taurissanos kört meg kell csinálni. És utána tudunk ezen gondolkodni. Tehát Taurissan is ennek a kettőnek arcra kell menni, és utána gyakorlatilag nyertünk. Na és van nála még egy. És túlhúzat. Pedig az a lóteba az most elég jó lett volna. Jó. Mi az, amit meg tudunk csinálni? Meg tudjuk csinálni azt, hogy Drake, a két Dark Bombot, meg a PO-t. Jó. A lótebbel most az, hogy nem tudja kijátszani, az nekem pont jó lett volna. És nyilván leszedi. És így csinálva. Hát így meghaltunk viszont. Mert így most még Maligoszba is hiába húzunk bele. És megcsinálhatom ezt. De attól semmi nem hal meg, ugye? Valószínűleg van nála valami charge-os lény. Úgyhogy ez elvileg megtörténik. De sehogy se jó, tehát hogy mindenképpen halunk. Kirakom a tauntot, az kettőt felfog. Az semmi. Nézzük meg, mit kapunk a pedlerről. Nem, akkor megcsináljuk ezt. Meg ezt. És egyébként rá lehetett volna adni a PO-t. Köszi. Tehát, hogy rákattintottam a Glacial Shardra. Úgy rohadnál meg. Igen, és nyilván van nála még egy charge-os lény, és azzal meg meghalunk. Vagy egy visszavevés. Ja, és ott is a patches kezdőkézben, csodálatos. Na hát ez a Malilok addig majdnem működött, csak nem kimondottan. Úgyhogy szerintem most ennyi lett volna ez a Malilokos dolog. Túl lassú ez, gyerekek. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez igazából a legjobb deck a létrehozáshoz, de én örülök, hogy megnéztétek, és ennyi lett volna a Wild vasárnap. Holnap pedig találkozunk valami teljesen standard dologgal. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!